2014-ben 1860 milliárd forintnyi uniós forrás kifizetése történt meg, 2015-ben már 2236 milliárd forint a cél, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Lipők Sándor. A miniszteri biztos kiemelte, utóbbi összegből augusztus közepéig már 1210 milliárd forint kifizetése megtörtént. Az adatok pedig azt mutatják, a magyarok az elmúlt években is sikeresen használták az uniós támogatásokat. 2007-13-as uniós ciklus, amelyben úgynevezett N+2-es szabály van. 2015. december 31-ig tudjuk ezeket a forrásokat felhasználni. Mai nap, tehát augusztus 28-án, pontosan nézem is a számot, 7987 milliárd forintot fizettünk ki, és a rendelkezésünkre álló forrás keret az 8200 milliárd forint. Tehát úgy néz ki, hogy amit vállaltunk, az abszorciót, a teljes 100%-os forrás felhasználást, jó ütemben haladunk, és Magyarország fogja tudni teljesíteni. A miniszteri biztos hozzátette, felgyorsított pályáztatást tervez a kormány, mert a tapasztalatok szerint a 2007-ben létrejött pályázati rendszer bonyolult volt a gazdasági szereplőknek, és a projektek megvalósítása sok esetben elhúzódott. A kormány arról határozotta, a vállalkozások és önkormányzatok részére az uniós ciklus teljes támogatási keretösszegét meghirdetik 2017. június végéig. Miért is hozott ebben a kormány döntést? Azért hozott, mert a 2007-ben kezdődött ciklussal még most is azzal szenvedünk, az utolsó napokban, utolsó pillanatokban, hogy pályázatokat kell kírni, a pályázati kereteket át kell írni, hogy felhasználhatóak legyenek ezek a források. Most is vannak pályázati beadások, bírálat alatt lévő pályázatok, és egy nagy bizonytalanság az, hogy teljesen föl tudjuk ezt a forrást hasznosítani. Ez egy lehetőség arra, hogy a magyar vállalkozások a térség többi országának vállalkozásaihoz képest sokkal gyorsabban jussanak hozzá az uniós forrásokhoz, így erősítsék Magyarország gazdasági növekedését, verseny- és exportképességét.